Bolymeri ötvény vizsgálata. A kísérlethez felhasznált eszközök egy fecskendő és egy radír. Nézzük meg, hogy ha ezt a fecskendőt felszívom levegővel, tehát a végét a radírhoz erősítem, és ugye nem hagyom, hogy kicsúszon, és elkezdem befelé nyomni. Ugye, mi van a fecskendőben? Levegő. Tehát ennek a gáznak, azzal, hogy én nyomom ezt a duvattyút befelé, csökkentem a térfogatát. Na most a hőmérséklet végig állandó, ugye a gázokról tudni kell, hogy a hőmérséklet, térfogat, anyagmennyiség, nyomás, mint fizikai mennyiségekkel jellemzem őket. Ezen kísérlet során az anyagmennyisége állandó a gáznak, és ebben a kísérletben a hőmérséklet is állandó, hiszen nem melegített, nem hűtök, viszont ugye változtatom a térfogatát, ezáltal, tehát a térfogat változása nyomás változást eredményez. A térfogat csökkenése nyomás növekedést fog eredményezni. Ugye ezt fogalmazza meg Boy-Mariot törvénye, hogy az állandó hőmérsékletű gáz esetében, ha az anyagmennyiség ugye végig állandó, akkor a nyomás és a térfogat között fordított arányosság van. Ugye én ezt úgy érzékelem most, hogy egyre nagyobb erővel kell nekem ezt a nyomás növekedést legyőzni. Én nem is fogom tudni teljesen ezt a dugattyút benyomni, mert minél jobban szeretném, hogy lejjebb menne, annál nagyobb lesz a nyomás, és annál nagyobb erőt kellene nekem kifejteni. Tehát ezzel tudom legjobban szemléltetni Boy-Mariot törvényét, tehát egy nagyon egyszerű fecskendő, radír, térfogat csökken, nyomás növekszik, hőmérséklet végig állandó, és ugye ezt érzékelni is lehet, hogy akkor tehát a térfogat és a nyomás között fordított arányosság van, a hőmérséklet pedig állandó a közben.